vendégeinket talapművészetében. Kérjük Bán István igazgatóra, mondja el ünnepi beszédét. Tisztelettel köszöntöm Szallagtűző ünnepségünk résztvevőit, polgármesterasszony, szülőket, hozzátartozókat, tanulókat és munkatársaimat. Kedves ünnepeltek! Lassan végéhez közeledik az együtt töltött idő. Ezen évek számát pontosan megadni nem lehet, hiszen van, aki közületek 3 évvel ezelőtt, de van, aki, és ők vannak többségben, 12 évvel ezelőtt kezdte meg tanulmányait iskolánkban. Amint végignézek rajtatok, amint itt álltok a szallagtűzésre várva, nem nehéz feladat megállapítani, hogy látványként is igencsak mutatósak vagytok. A ma este készülő fényképek, videófelvételek ezt a látványt rögzítik. És vele rögzíti azt a reményt, amit a ruhátokra kerülő kis szalagocska is kifejez. Először is a ti reményeiteket. Mindazt, amit az élettől vártok. Terveiteket és álmaitokat a tanulásról, munkáról, szerelemről, szeretetről, karrierről és sikerről. Azután szüleitek reményét, az ő veletek kapcsolatos terveikről, álmaikról. Biztosak lehetünk benne, hogy ezek egy része, még ha egyelőre csak kis része is, ma beteljesült. Nagy öröm számukra, hogy ma itt és így látnak benneteket. És ez a szalag kifejezi a mi reményünket is. Azaz tanáraitok veletek kapcsolatos reménységét.
Mi iskolába lépésetekkor azt vállaltuk, a közös úton társaitok, vezetőitek leszünk. Ezért nagy szívbéli örömmel tölt el bennünket, hogy ma itt boldognak látunk benneteket. Sokat jelentek nekünk is, hiszen az utat együtt jártuk be. Eddigi sikereitek, esetleges kudarcaitok részesei vagyunk. A szalagon két évszám van. A két évszám közötti évek ehhez az iskolához kötnek benneteket. Ezek az évek rólatok szólnak. A mai ünnepség a közös úton egy olyan határkő, amely arra figyelmeztet, hogy közeledik az érettségi, talán még nem késő belehúzni, hogy az álmok valóságra lehessenek. Egy középkori legenda szerint két szerzetes egy réges-régi kódexben azt olvasta, hogy van a világon egy ajtó, amely az égbe vezet. Akinek sikerül megtalálni ezt az ajtót, az Isten tenyerén élheti le hátralévő életét. A jámbor szerzeteseknek nem kellett több. Tüstént útra keltek. Rengeteg országot bejártak. Rengeteg szenvedést álltak ki. Rengeteg nehézséget küzdöttek le, míg végül ott álltak az ajtó előtt. Vettek egy mély lélegzetet, és benyitottak. Meglepődve tapasztalták, hogy mindketten saját szerzetesi cellájukban állnak. Ebből azután megértették, hogy ott kell boldogulniuk az életben, ahová tartoznak, és ott az Isten a tenyerén hordozza őket. Most még köztetek vagytok, köztünk vagytok. Itt kell boldogulnotok, hogy az Isten a tenyerén hordozzon benneteket. Használjatok ki minden percet ebből a célból, és boldoguljatok. Érezzétek jól magatokat közöttünk. Ugyanakkor ne feledkezzünk meg egy másik fontos igazságról sem. Az élet, akár csak az érettségire, meg a felvételére való felkészülés tartogat még számunkra néhány meglepetést. Úgy hiszem, jót és rosszat egyaránt. De mint az ismert profi kerékpárversenyző Armstrong hitvallása mondja, az akadályokat változtat lehetőségé, a rosszat jóvá. Kívánom mindjájunknak a következő időre, változtassuk lehetőségé az akadályokat, és jóvá a rosszat. Kedves lányok, kedves fiúk, az út nagy részét megtettük. Van okunk ünnepelni. Ami azonban hátra van, az talán az út legnehezebb része. Be kell fejeznetek az utat, és pedig jól. Ezen az úton pedig kísérjen el, és segítsen titeket mindez, amit ez a kis szalagocska jelent, szüleitek, tanáraitok szeretete, és mindannyiunk közös reménysége. Az élet minden. Az élet egyetlen, ezért vett komolyan. Az élet szépség, csodálni. Az élet boldogság, ízlel. Az élet álom, tedd valóságra. Az élet kihívás, fogadd el. Az élet kötelesség, teljesítsd. Az élet játék, játsz. Az élet érték, vigyázz rá. Az élet vagyon, használd fel. Az élet szeretet, add át magad. Az élet titok, fejtsd meg. Az élet ígéret, teljesíts. Az élet szomorúság, győzd le. Az élet dal, énekeld. Az élet küzdelem, harcold meg. Az élet kaland, vállald. Az élet jutalom, érdemeld ki. Az élet élet, éljed. Felkérjük a 11-es osztályfőnököket, Menyhátné Szűcs Ildikó és Molnár Margitot, hogy tűzzék fel a szalagot,
Vámi István igazgató úrnak, és Tótné Ungi Ilona tagozatvezető asszonynak. Felkérjük az igazgató urat és a tagozatvezető asszony, küzdjék fel az avató szalagot a végzős osztályok osztályfőnökeinek, Patakiné Hegyi Erzsébetnek és Tiborné Czermel Évának. Felkérjük a 12. osztályfőnökét, Patakiné Hegyi Erzsébetet, tűzze fel osztályának a szalagot. Antolovics László. Thank you.
vannak. Kis Jerikó. Thank you.
Yeah.
büszkék vagyunk rátok, és örömmel állunk mellettetek ezen a hideg februári estén. Igyekeztünk mindent megtenni, hogy felejthetetlen élmény legyen számotokra az ünnepély és a bál is. Az itt eltöltött évek alatt megszereztétek azt az ismeretet, ami segítségetekre lehet egész életetekben, hiszen nincs hatalmasabb erő, mint a tudás. A tudással felfegyverkezett ember legyőzhetetlen. Az elmúlt percek sosem térnek vissza, így a szép pillanatokat tegyétek örökre kedves emlékeitek közé, azzal a szalaggal együtt, ami néhány perc múlva felkerül ruhátokra. Viseljétek a szalagot büszkén és szeretettel a májusig hátra lévő 3 hónapban. Büszkék lehettek rá, hogy eljutottatok idáig, hiszen ez nem mindenkinek sikerült. Bízunk benne, hogy a rémisztő szönként közelgő vizsgákat sikerrel veszitek, és június végén már csak nevettek az egészen. Mi drukkolni fogunk. Reméljük, hogy az itt kötött barátságok tartósak lesznek, nem felejtitek el a boldog diákéveket, tanáraitokat, iskolátokat és minket sem. Az előttetek álló hosszú és rögös útra vigyétek magatokkal Schiller gondolatát. Minden elröpül, mint az álom, elröpül, mint a vándormadár, csak az emlék marad meg a szívben, halványan, mint a napsugár. Felkerüljük a 12. intenzív osztály főnökét, Tiborné Cemmelévát, tűzze fel az osztályának a szalagot. Adorját végítam. Thank you.
Sépíti. Sebestyén Nikolát. Thank you.
diáktársaink, barátaink. Ahogy a kerteket virággal, napjaink egyhangúságát ünnepekkel díszítik az emberek évtizedek óta. Az élet egy-egy fordulóját kivételes napként kezelik, akkor szebben felöltöznek, másként viselkednek, felemeli őket a pillanat. Mi fiatalok is őrzünk ilyen hagyományokat, melyeknek nagy része az iskolához kötődik. Az iskolához, amely hol felemelt, hol lesújtott, hol örömet, hol bánatot okozott, hol szórakoztatott, hol bosszantott, de mindenképpen része volt az életünknek közel 3 éven át. Voltak már más iskolából más élményeink, nem ilyet kisgyermekként érkeztünk ide, de azért értek meglepetések. Egy-egy tantár nehézségei, némely tanár szigora, másnak meg a lezsersége, a megoldhatatlannak látszó feladatok. Persze még nincs vége. Ez az ünnepség még csak jelzés. A szalag, melyet megkaptunk, többfélét is jelent számunkra. Egyrészt a büszkeséget, hogy egy vállalt feladatnak lassan a végére érünk, no meg figyelmeztetést, hogy mindössze fél év, és itt az érettségi. És valaminek megint vége lesz. Móra Ferenc azt mondja, minden kisgyerek okos, a legtöbb ember ostoba. Ezt teszi a nevelés. Reméljük, hogy valamennyire sikerül megcáfolnunk ezt a tézist. Azért majd megkérdezzük tanárainktól és szüleinktől, hogy ők hogy látják. Fogott-e rajtunk a sok jó tanácsuk, biztatásuk, intelmeik? Most szeretnénk nekik megköszönni mindazt a szeretetet és törődést, amelyet körülvettek bennünket, amit ránk pazaroltak. Bár reméljük, hogy nem volt pazarlás, és egyszer még büszkén mondhatják, ez az én tanítványom volt, ez az én gyermekem. De még nem búcsúzunk. Ma este ünneplünk. Meghatottan vettük át a szalagot, és megmutatjuk, hogy a táncművészet csúcsára is eljutottunk. Köszönjük a 11. osztálynak az ünnepséget, a szép környezetet, és vidámságot kívánunk nekik a bárra. Mi pedig egy vidám estét követő napokban folytatjuk azt a göröngyös utat, melyet az érettségi nevű házhoz vezet. Szurkoljatok nekünk! Thank you.
Hol a vár,
Thank you.
osztályfőnökünk, és a 11G osztályfőnöke Mennyhárté Szűcs Ildikó fáradjanak fel a színpadra. Szeretnénk megköszönni ezt a sok-sok munkát, és köszönjük szépen ezt a szép ünnepséget, és köszönjük szépen a szalagokat is. Valamint kívánunk az utánunk lévő osztálynak nagyon sok sikert és kitartást. Köszönjük szépen! Just to hear.